Éppen műhely munka zajlik, tesztkérdéseket kapnak a fiatalok a Katolikus Caritas csoportnál a Baranya vármegyei Mária Gyüdik egyhelyen. Itt a Mária Gyüdik ifjúsági találkozón, így a Katolikus Caritas, mind a Katolikus Egyháznak a hivatalos segélyszervezete is kint van. Kis műhelyjel veszünk részt ezen az eseményen. Nagyon sok más műhely is működik, dolgozik, de mi ugye az egyház segélyszervezeteként kimondottan a segítő munka, az ehhez kapcsolódó szolgálat, hogyan tudnak a fiatalok akár részt venni a segélyszervezetünknek az életébe, hogyan tudnak kapcsolódni hozzánk. Ezzel kapcsolatban hoztunk egy kis kvízt, amit kitöltenek a fiatalok, átbeszéljük velük ilyen érdekes kérdésekkel, de ezen keresztül megismerik így a segélyszervezetünknek a működését, és majd bízunk benne, hogy minél közelebb tudnak kerülni ez a fajta segítő szolgálathoz. Több mint 100 fiatal regisztrált a 4 napos 42. Mária Gyüdi ifjúsági találkozóra. Fábián Bence a Pécsi Katolikus Egyetemi Lelkészségben dolgozik, 2 éve társszervezője a Mária Gyüdi ifjúsági találkozóknak. Előszervezésben és napi programok lebonyolításában segíti a fiatalokat. Hosszú évek, évtizedek hagyománya az, ami itt újra felelevenül. A találkozóra várjuk azokat a 16 és 35 év közötti fiatalokat, akik szeretnék jobban elmélyíteni az Isten kapcsolatukat, keresők, szeretnének Istenhez kapcsolódni, akár gyakorló hívők, és ezért vagyunk mi szervezők, és ezért próbálunk számukra minél izgalmasabb, minél színesebb és minél Istenhez közeli programot szervezni. A főszervező Keményfi Gáspár elmondta, heti szinten lépésről lépésre haladtak a szervezési feladatokkal. Sok teendője volt idén is, de tapasztalattal rendelkezik, ugyanis már második éve ő a főszervező. A találkozónak a hit és az imádság volt a témája, tehát ezzel kapcsolatban voltak műhelyek, volt Biblia műhely, ahol segítettek a Bibliát értelmezni, illetve ima műhely is volt szerzetesekkel, zenei aláfestéssel. Én részt vettem egy mozaik családos műhelyen, hogy hogyan tartsuk meg a hitünket, amikor szétdarabolódik egy család és összeáll egy új. Egészen elképesztő az ő történetük, akik tartották a műhelyt, és a hitük az lenyűgöző. Tehát különböző fajta műhelyekben igyekeztünk összefoglalni a témakört, és a visszajelzések alapján ez sikerült is. Már egy éve elkezdték szervezni a találkozót Kovács József ifjúsági referens atya közreműködésével. Elmondta, hogy a programokat a Ferenc pápa által meghirdetett Szent Évhez és az idei imádság évéhez kapcsolódóan szervezték meg. Ez is a címe a találkozónak, hogy meghallgatlak. Ebben tényleg így az egymással való kommunikáció, az Istennel való imádság, annak a módjai kerülnek itt kibontásra, valamint a Szentírásból is vettünk egy idézetet, Uram, taníts minket imádkozni. A keresztény embernek ez egy alapvető dolga, hogy imádkozzon, és hogy kérje a jó Istent, hogy meglegyen az égiekkel a kommunikációnk, és nem az Istennek van szüksége a mi imádságunkra, hanem az imádság által ez egy önfejlesztés is, és egyben tényleg az Istennel való kapcsolatunk elmélyítése, amely által mi gazdagodunk. A találkozón egy kiváló együttes, az Azó zenekar szolgáltatta a zenét a záró szentmisén vasárnap is, csak úgy, mint a többi napon. Ők a székesfehérvári Antiochián jöttek össze, amely a plébániára alapuló szolgálatot jelent, és fiatalok végeznek fiatalok körében. Többféle zenét játszanak, nem csak a megszokott, ismert egyházi dalokat, mondta vezetőjük Izmén Dízsák. Vannak, akik például ezen felül önszorgalomból könnyű zenei képzést járnak, onnan is nagyon sok nézőpontot, nagyon sok technikát hozunk be, és igyekszünk minél inkább az igényességre törekedni, de emellett az első számú célunk az, hogy szolgáljunk másoknak, és ebben a legjól esőbb érzés a visszacsatolás, amikor jönnek és megdicsérnek minket, hogy mennyire jó volt, mert tulajdonképpen amikor mi kritikusak vagyunk magunkkal, akkor arra jövünk rá egy idő után, hogy oké, mi magunkkal szemben lehet, hogy szőrszálhasogatóbbak vagyunk, de tulajdonképpen az a lényeg, hogy a közönség és az itt részvevő fiatalság
ebből merítkezzen. És nagyon jó volt például tegnap is látni, hogy nagyon sokan becsatlakoztak a szentségimádáson olyan énekekbe is, amik még nem voltak annyira ismertek. Az ember életének legfontosabb erőt adó valósága a személyes találkozás családban, baráti körben, közösségben. Az életminőségünk azon múlik, úgy épül fel, mennyit, kikkel, milyen minőségben találkozunk, mondta Felföldi László, a Pécsi Egyházmegye megyéspüspöke a találkozó helyszínén. Ha kereszténységet nézzük, akkor a kereszténység pedig teljesen erre épül, első perctől kezdve, hogy összejöttek, együtt voltak, találkoztak, figyeltek egymásra, segítették egymást. Az a krisztusi üzenet, az a krisztusi gazdagság, amit ő 3 éven keresztül az apostolokkal felépített. Találkozott emberekkel, kiválasztott embereket, meghívott embereket, hogy utána ők is vigyék tovább ezeket a találkozásokat. Hát ezek a fiatalok most, nagyon boldog vagyok, hogy itt vannak, különböző szinteken beszélgetnek, de a lényeg az, hogy együtt vannak, hogy találkoznak, beszélgetnek, és én arra fogom biztatni őket, hogy otthon nagyon komolyan legyenek ők részesei a helyi találkozásoknak. Legközelebb 2 év múlva lesz Mária Gyüri ifjúsági találkozó, jövőre ugyanis szent év lesz, ami más program szerint zajlik majd egy másik helyszínen. A záróvasárnap még azért volt különleges, mert új misés papok mutattak be szentmisét.